mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, aki megjelent ezen a mai találkozón. A program lehetőségekről szeretnék néhány szót említeni. Lesznek versenyek, amire jelentkezni lehet a fehér pólós kollégáknál. Autómosó verseny, autótoló verseny, autószépségverseny, alkatrészdobó verseny, alkatrész felismerő verseny külön hölgyeknek és uraknak. A gyerekeknek gyereksarok van, ahol rajzolhatnak, arcfestésre jelentkezhetnek. A felnőttek továbbá kvíz kérdőívet tölthetnek ki, illetve tombola vásárlási lehetőség is van 200 forintért. Egyelőre röviden ennyit szeretnék mondani. Thank you.
Hát itt nem értünk ki. Egyébként rohadt szoros lesz, tehát... Már 25 lesz! Már bemelegíted! Már mit vigyázz? Ja! A cégem Opel Gorta nevében, hogy ismét minket választottatok. Remélem kicsit tudtunk újdonságot hozni nektek az Insignia tekintetében, és nagyon sok szépet, jó és új tagot kívánok nektek a jövőt illetően. További szép munkát! Köszönjük! Köszönjük. Még egy külön díjas, nem tudom, emlékeztek-e rá egy ilyen alkatrész hajtó verseny. Ott hátul. Volt egy ember, aki a az egyik cégnél lakatosként dolgozik. Autóval csinálja, de mindent. Próbálkozik. Nem. Pető már. Nincs itt. Itt lesz rá, Pető, hogy csaj. Gratulálunk. Két puszit adj neki. Nedvét. Második helyezett alkatrész hajtó versenyben, ugyanúgy a férfiák, kitalálhattátok. Kis Patrik! Jobbik ér! Következő már harmadikkal kezdünk, meg jól lett a... Célpont! Harmadik helyezettük pedig Granabert Egő.
A női ág jön az alkatrész hajtó versenyből, és Roblund Kata harmadik helyezett. Második helyezettünk pedig Berna Gábor lett. Az első helyezettünk pedig Popke Redina lett. Második lettünk. Megkövetett az asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Volt egy autótoló versenyünk is, könnyen én indult egy Omega-val, befucsolt a történet, szerintem mentő. Igen, jött a mentő mellé, úgyhogy a harmadik helyezett csapatban a Dom csapat, és neveket nem tudok majd mindenkit, mindjárt bemutatkoznak. Igen. Azért lehetünk csak harmadikat, mert a gyerek kimaradt a segítségből. Az elsők, mint a rendezők. Ne számítson senki semmi úr. A második helyezettünk Ravicék lettek. Az első helyzet pedig az autótoló versenyben a Lapos Tím lett. Hogy ki nem volt ész kitalálni, hogy 200 méter rádobta. Alkatrész felismerő verseny. Nem tudom, hogy megtalálta mindenki, aki akarta. Hát azt mondták, hogy elég éles volt a verseny. Úgyhogy ügyesek voltatok, én azt gondolom, hogy meglepően sokat tudtak az autókra. De volt egy ember, aki kiemelkedő volt. És hát gratulálunk Karolcsi Pálnak. Egy még nehezebb versenyünk szerintem, aminek a kérdés összeállítását az egyik felét a Opel Bartának köszönhetjük, mire kértük, hogy ne legyen egyszerű, illetve a másikat Leszárt Attilának az egyik rendezőnknek köszönhetjük. Hát ez volt az Opel Quiz. Ott voltak azért húzós kérdések, nem tudom, hogy mindenki találkozott-e vele, viszont ott is volt egy ember, aki igazából majdnem tökéletesen. Nem. Feltalálhatós nem volt, tehát akkor tényleg nehéz volt. Viszont Kálmán Viktor volt, aki megnyerte. Kálmán Viktor volt! Illetve volt egy külön díjasunk is. Bocs, csak közben azt hiszem, hogy
Volt egy külön díjasunk is, közben keresem. Igen, jó, oké. Nem Opelről van szó, viszont Abán nagyon jó barátságot kötöttünk, úgy gondolom. És nagyon örülünk neki, hogy lejöttek az egész családdal. Remélem már sejti, hogy miről lesz szó. Igen, a fiaidról, nem rólad. Úgyhogy szeretnék egy külön díjat adni a Ford Galaxy tulajdonosának. Krisne Attila. Igen. Orszósz. Orszósz Attilának. Orszósz Attilának. Úgyhogy valamelyik külön jöjjön ki. Jön a top 5 verseny, ez a szakmai zsűri díjakat. Az első, és hát nem első. Melyik? Őben beszéltem. PS5, 753-as rendszer. Most mentál. OPC. Most mentál. OPC. Most mentál. Beszéltem vele. Ja jó, oké, legközelebb a találkozón elkéri. Megy az autóink. Top 5, ott mindenki első, tehát azért mondom, hogy ott is az első helyzet. MBX 117-es rendszámú autónak a gazdája. Milyen autó? Majd mindjárt aztán megmondja. Hangosabban egy kicsit. Nem jó, kiabálgattam. Kicsit felszólva az autót, milyen autó. Meg is kutathatom? Nincs messze. Ott áll. Végülis van egy 2012-es GTC Astra. Másfél hónapja vásároltam. Elnézést, csak nem vagyok hozzászok. Kamerák meg minden. Egy 1.4-es turbó. Ezával. Csak minden nem tudok mondani még róla. Hosszán egészséggel. Jó, köszi szépen. Ott van egyébként az autó. Szólóan látjátok. Jó, köszi. Köszönjük. Következő. Az Ilona, Tamás, Péter, 326. ITP. Akkor a kutácsokban egy szíves tésmutat az autót. Fotó erőjéig majd. Hoppá, Kalibra 97-es limitált szériák utolsó 1000 darabú való. Röviden ennyi. És hol van? Hol van? A sor végén. Hagyom, hogy nagy sima! Fekete? Fekete? A következő, Nándor Géza Ubul 086. Nándor Géza Ubul 086. Köszönöm szépen! Jó, megmutatom! Mit? Elszobál, mondod, hogy szoktok? Nem tudom milyen. Csak nem tudom. Mi hoztad? Gratulálok! Majd a puszit majd az este. Jó, jó! Köszönöm! Puszi majd lárom. Kapri, oké, ezt lesz. Nem egy. Ez egy. Ez ház. Igazából annyit tudok róla, hogy egy 1-6 turbóbenzin. Cabrio, jó állapotban van. És ugyan itt eladó. És eladó. Megy, mint a disznó. Az a lényeg. Elírás lehetett. Elek, László, Cecil, 761 vagy 86. Nem tudom, hogy jó, akkor nem tudom, hogy jó. Hát az egy Opel Vantag, 1979-ből. És egy milyen kényes számú. De a papíron, amit bedobtak. Nyerte a közönség, aki szavazott. És hát a legtöbb szavazatot kapta a közönségtől az az autó, aminek a forgalmi rendszáma Lajos Robert Elemér 565-ös. Köszönöm. Felszobbal bemutatod az autót? Nagy szó, közönség. Az ott a jobb oldali kék. Az lenne az. Novemberben jutottam hozzá, még tavaly. És egy 2-8 V6-os. És micsoda?
Kicsit van. Címek. Ja, bocsánat. Igen, azt nem mondtam. Előre akkor ennyi volt, most egy kicsi pihi jön, és akkor este 8 órakor mögöttem indul majd a buli, illetve cső, bor, pálinka, vacsora, minden megtaláltok ott, folytatódik tovább. Fotózunk mindenki, aki szeretne az autójáról fotót, keressék meg a Petrát. Most hol tűnt? Oda bújt. Dehogy nem tűnt. Illetve nem tudom, még egy kérdés, ugye volt kint ma az újság. Nem tudom, hogy hoz, kint lesz mindenkinek törölve a rendszáma, azon kívül valakinek problémát okoz-e az, hogyha az autója szerepel itt a rendezvényen, az újságban, illetve bármelyik portálon. Köszönjük szépen! Köszönjük a Tamás vendéget!